Dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök 1928. október 3-án született Nagykátán. 1970-ben summa cum laude minősítéssel végzett a központi papnevelő intézetben, és teológiai doktorátust szerzett. A katolikus iskolai hatóság vezetőjeként a katolikus iskolák szervezésével és segítésével foglalkozott. A Szentek Szent Életű Emberek című állandó műsora mellett számos alkalommal hallhatjuk tanítását a Szent István Rádióban, továbbá nagy szerepe van az isteni irgalmasság terjesztésében. 2014-ben ünnepelte püspökké szentelésének 25 éves jubileumát. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm püspökatyát ebben a műsorban, és hálásan köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és megoszt velünk és a nézőkkel életéből néhány olyan fontosabb pillanatot, mozzanatot, amelyet örömmel idéz fel. Kezdjük mindjárt az elején. Mi az, ami megosztható püspökatya családjáról, ifjúkoráról, magának a hivatásának az alakulásáról? Jól tudom azt, hogy családjában testvérei között pap és diákónus is van? Igen. Kezdem akkor a családunkkal, hiszen minden embernek az élete, legalábbis a szerencsés embereknek az élete családban kezdődik, és a család rendkívüli hatással van az ember egész jövőjére. Tehát hálát adok a Jóistennek azért, olyan családban születtem, ahol édesapám mélyen vallásos ember volt, és nem csak a családjával törődött ilyen vonatkozásban, hanem az egyházközségnek az életében. Az még nagyon korai dolog volt, zsinat előtti esemény, tehát a 30-as években, hogy Jézus szíve férfi szövetséget megalapította, azután szívgárdát vezetett, és a plébános fölterjesztette a Hannauer püspök úrnak, hogy Katona Imre hívem, milyen buzgón végzi a Jézus szíve tisztelettel kapcsolatban a teendőit. És még a nyári nagy hőségben is a gyermekek, felnőttek örömmel töltenek el 2-3 évet. Gyakoribb a gyónás, gyakoribb a szentáldozás. Természetesen ez a családban is érvényesült. Édesapánynak ez a lelkiismeretes, buzgó, vallásos meggyőződése kinyilvánult, és akkor édesanyánk szintén nagyon-nagyon nagy Mária tisztelőként, Mária tiszteletet nagyon komolyan vette, és hát ugye ez ránk is áthagyományozódott. Tehát kicsi gyerekkoromtól kezdve családos, családi élet, vallásos élet, ez összefonódott. És hogy én, hogy alakult ki az én papi hivatásom? Hát nagyon egyszerűen. Úgyhogy amióta eszem tudom, azóta mindig pap akartam lenni. Most ezzel kapcsolatban elgondolkodtam már többször azon, mindössze 9 éves voltam, amikor édesapám meghalt. És biztos vagyok abban, hogy édesapám imádkozott azért, hogy pap legyek. Sőt, nem csak egy pap, bátyám is, legidősebb bátyám pap lett Kalocsai Egyházmegyében, én a Csanádi Egyházmegyében. Azután a bátyám, már ugye amikor a gyerekek nagyok lettek, akkor nős diákonusként fölszentelte Gyulai püspök úr Szegeden, és a családban a 3 fokozat, tehát diákonusi szolgálat, papi szolgálat, püspöki szolgálat, mind a 3 megvolt a családban. Mindig megszoktam azt kérdezni, hogyha lelkipásztorokkal beszélgetek, hogy van-e példakép, akár a papi hivatásban, van-e példakép, aki esetleg segítette őt a saját hivatásának az alakulásában? Hát itt, ahogy hallgatom püspökatyát, egyértelmű, hogy elsőként a szüleit nevezheti meg, akiknek a példáját mind a mai napig a hivatásának a gyakorlásában és azokban a szolgálatokban, amelyekről majd itt beszélgetünk, azokban megpróbálja követni. Kétségtelen, hogy a család volt az elsődleges, de azután maga a templom. Tehát a templom a maga vonzó erejével, az, hogy ott van Jézus, nagyon sokat minisztráltam kicsi gyerekkoromtól kezdve, és azért
úgy kialakult bennem ez, hogy hát milyen jó lenne Jézusnak szolgálni. És akkor a plébánosunk idős atya volt, 1943-ban nyugdíjazták, és emlékszem arra a pillanatra, amikor az oltárnál állva idős emberként mondta, egy kis idő, és nem láttok engem, ismét egy kis idő, és viszont láttok engem. Ez a hit, hogy csak ugyan odát találkozunk az örökké valóságban, ez úgy sugárzott az egyéniségéből is, kedves idős atya volt, én nagyon becsültem, tiszteltem, és majdnem azt mondom, hogy kisgyerekkoromtól kezdve ő volt az, aki a lelkipásztorként ismerős volt számomra. Mikor elkerültem Szegedre, 12 éves voltam még csak, amikor Szegedre kerültem, ma úgy mondanánk, a Magyar Államvasutak által fönntartott kollégiumba, ezt intézetnek nevezték, 12 éves koromtól kezdve ott azután sok-sok pappal találkoztam, hitoktatókkal, templomban lévő papokkal, tehát mindenképpen hatással voltak, anélkül, hogy én most azt mondtam volna, hogy na ez az én példaképem. Hatással voltak rám, hittanórák, beszélgetések, szóval sok minden, és együttesen kialakult bennem az, hogy soha nem gondoltam másra, élethivatásommal kapcsolatban, csak arra, hogy pap szeretnék lenni. Elgondolkodtam azon, hogy talán ma nagyon sok fiatal, aki a hivatás választás előtt áll, fél az elköteleződéstől. Talán még püspökatya generációja kevésbé félt ettől. Ma sokkal kevesebben vannak a szemináriumban. Kétségtelenül, hogy más világ volt. Tehát összehasonlítva az én gyerekkoromat a mostani gyerekeknek, fiataloknak a életkörülményeivel nagyon nagy a különbség. Nem volt rádiónk, nem volt televíziónk, számítógépről nem is hallottunk még, és sok egyebet mondhatnék, moziba, volt valami mozi a faluban, de hát az a fekete-fehér némafilm, meg ilyesmi, tehát inkább a családi környezet, a rokonság, az egyházközség volt hatással a fiatalokra, és ezek mondjuk jó hatások voltak. Kövessük nyomon püspökatya életének a papi szolgálati helyeit. Ugye 5 évig káplánként, 31 évig pedig plébánosként szolgálta a Jóistent egészen püspökké szenteléséig. Igen. Hát ugye a szegedi szemináriumban jelentkeztem, mert ott végeztem a középiskoláimat Szegeden, a MÁV intézetnek voltam ugye a növendéke. Szegeden érettségiztem, utána egy paptársammal, akit szintén katonának hívtak, katona Nándor, beszélgettünk arról, hogy megyek papnak, és ő, aki református volt, velem együtt járt, míg középiskolások voltunk a templomba, kezébe adtam neki a Szúnyog Szavér által szerkesztett misszálét, figyelemmel kísérte a misének a menetét, ott volt a misén, én minisztráltam, ő jelen volt, és olyan hatással volt rá a Szent Mise, hogy bejelentette, hogy ő katolizál. És a református lelkész, fölháborodva, mondta azt, hogy megtagadja a hitét, nem tagadom meg, csak megismertem a katolikus vallást, és örömmel választom azt, hogy katolikus legyek. Tehát bekerültünk a szemináriumba, elég sokan voltunk. 16-an kezdtük a szemináriumi életet első évben, közben ott voltak a másod, harmadik, negyedik, ötödévesek, és a szemináriumi élet az az 5 év életem legszebb 5 évei közé tartozik. Tehát ha ilyen évekről beszélünk, ez is a legszebb 5 év volt, és utána felszenteltek bennünket 1953-ban. Tudni kell azt, hogy a kommunisták már az 1945-ös események után kézzel, lábbal és köröm szakadtáig akarták a hatalmat megszerezni,
meg is szerezték, és akkor kezdték azzal, hogy a hitoktatás legyen fakultatív. Elmentünk tüntetni a városba középiskolások, és vonultunk fel a Szentháromság úton, skandálva, hogy mi akarjuk azt, hogy kötelező legyen a hittan. Pár szemét kiemeltek közülünk, elvitték a rendőrségre. Akkor oda vonultunk a rendőrségre, mint öntudatos tüntetők, és követeltük a szabadonbocsátásukat. Persze arról ők nem is akartak hallani, mondták, hogy menjünk haza, illetve az iskolába, mert az iskolából mentünk el erre a tüntetésre, ami miatt mindannyian egy-egyen rosszabbat kaptunk magaviseletből. Lévén az, hogy 2 óra mulasztás volt, igazolatlan mulasztás ezzel. Na és akkor, mivel nem voltunk hajlandók szétmenni, hívták a tűzoltókat, és akkor vízágyóval szétvertek bennünket. Hát így végződött ez a tüntetés. 48-ban azután az iskolák államos tiltása, és sok minden elkezdődött. 43-48-ban lefogták Mindszenty bíboros urat, már akkor papokat is fogtak le, és azért, mikor megkezdtük a szemináriumi életet, 48-ban, szeptemberben, karácsonykor lefogták Mindszenty bíboros urat, megtapasztaltuk azt, hogy milyen korban élünk. A szeminárium körül, a szegedi fogadalmi templom közelében állandóan ilyesmit csináltak, például járták körül az épületet, reakciót föl a fára, Mindszentyt is jó magasra, húzd! Hamvas püspök úr oda volt bérmálni, és mikor hazaérkezett, akkor egy tömeg körülvette, és szitták, alig tudott bejönni a épületbe. Na hát ilyen körülmények között kezdődött a szeminárium életünk, és 5 év alatt megtapasztaltuk azt, hogy bizony, itt egy más világ lesz, mint ami eddig volt. Nem volt olyan félelem püspök atyában? Ez sem tudta eltántorítani attól a szándékától, hogy a papi hivatást választ? Érdekes, hogy nem. Valahogy föl sem merült bennünk az, hogy hát ilyen világban élünk, és ilyen világban leszünk papok. Na, mikor érettségi előtt voltunk, akkor kellett nyilatkozni arról, hogy ki hová szándékozik menni. Ez az év, a 48-as év a fényes szeleknek a éve volt, amikor egy fiatal, ha elhatározta, hogy belép a pártba, vagy velük egyetért, akkor emelkedhet a létrán, tehát akár hová megy, akár katonatisztnek, akár pedagógusnak, vagy valaminek, csak az a fontos, hogy párttag legyen. Na hát, mi a Nándival együtt beadtuk a jelentkezési lapon, hogy papnövendékek akarunk lenni, tehát szemináriumba megyünk, és az igazgató föl volt háborodva. A 2 őrült katona ilyen világban pap akar lenni. Ennek ellenére nagyon becsületes volt hozzánk, tehát nem sértegetett, csak sajnált, inkább így mondom, sajnált bennünket, hogy elmegyünk papnak ilyen időben. Hát aztán felszenteltek 53-ban, akkor már a kommunizmus nagyon erős volt. Szegedre kerültem, Hamvas püspök úr azt akarta, hogy 3-an, sokan voltunk pap fölszentelve, 3-an menjünk föl Pestre, és végezzük el a Hittudományi Akadémián az, hogy doktorálhassunk. Na hát, már akkor ezt megtiltották, nem engedték. Úgyhogy késő ősszel, novemberre kaptam csak dispozíciót, Új-Szegedre. Nem hitoktathattam, egész Szegeden, a világ vagy országnak egyik legnagyobb városa, egyetlen pap kapott hitoktatási engedélyt, sok iskola volt, 30 gyereket össze tudott szedni, de hát mit ért az? 1 évig ott voltam Szegeden, titokban azért voltak itt is, ott is hitoktatások házaknál, és előfordult például ilyen humoros eset, hogy figyeltek egy házat, ahonnan gyerekek jönnek ki, és megszólítják az egyik gyereket, hogy fiacskám, meg tudnád mondani, hogy hol voltál, mit csináltatok? Azt mondom, bácsi, tud hallgatni? Azt mondom, tudok.
Én is, Spuri elszaladt, ott hagyta Faképnél. Na tehát nehéz helyzet volt Szegeden, és akkor azt mondta a helynök úr, hogy Pista, ne féljen, majd lesz ez másképpen is, és egy év után elhelyeztek Kiszomborra. 58-ban helyezett el Kiszomborról 4 évi szolgálat, ottani szolgálat után Klárafalvára, Ferencállás. Ez 2 kis falu, és azt kellett ellátnom. Nagyon szépen ment minden, amíg határsáv volt. Idegenek nem jöhettek be, falu mint egy el volt zárva a világtól, fél falu járt templomba. Röviden Apátfalvára kerültem, ott voltam 17 évig. Akkor püspök, meghalt az egyik püspök, és a szegedi püspök nyugdíjba ment, beteg lett, és akkor fölmerült a kérdés, ki legyen a püspök. Na hát én ezt nem tudtam, hogy ki lesz, meg a, senki se tudta tulajdonképpen. 2 voltunk állítólag jelölve, a mostani Gyurai Endre püspök, aki már nyugdíjas, meg én. De a államegyházügyi hivatalnak az elnöke azt mondta, amíg én elnök leszek, Katona Istvánból nem lesz püspök. Mondta, hála Istennek. Szívesen végeztem a lelkipásztori munkát, és a Gyulai Endre lett akkor a püspök, és ő a plébániát akkor azt mondta, hogy pályázzam meg, ahol eddig volt plébános. Mondtam, hogy Bandikám, biztos van, aki szívesen megy, én maradok ott, ahol vagyok. Aztán jött a telefon, hogy kineveztem Szeged Rókusra plébánosnak. Hát akkor Szegedre kerültem. Ott voltam 2 évig, 2,5 évig, akkor jött a üzenet, menjek föl Pestre, mert a bíboros úr beszélni akar velem. Akkor már Paskai László bíborosként szolgált, és elém tesz egy levelet, amiben az volt, hogy Katona Istvánt kineveztem Váci segédpüspöknek. Hát ezzel kezdődött, hát mondom, ha már a Szent Atya így rendelkezett, most mondjam azt, hogy nem vállalom. Isten akaratába megnyugodva, gondviselésben bízva, írtam egy egyszerű levelet, hogy elfogadom a kinevezést. És akkor püspökszentelés volt december 9-én, 1989-ben. Ott voltam 8 évig a Váci egyházmegyében. Óriási volt az egyházmegye, amit közben felosztottak, tehát jó részt Szegedhez került, vagy máshová, más egyházmegyéhez, és akkor kínálkozott az alkalom, hogy hát Keszthelyi püspök úr azt mondta, ha akarsz maradni, maradj, örülök neki, de el akarsz menni, mert hívott a Gyulai püspök úr, menjek Szegedre, Kalocsai Dankó László, menjek Kalocsára, Seregi érsek úr mondta, hogy jöjjek Egerbe, hát azt nem tudtam dönteni. És akkor Kisszent Terézre bíztam, hogy most segítsen a döntésben. Ő szeptember 30-án halt meg, és október 3-án volt az ünnepe akkor, most 1-én van. Mondtam, ha ebben a 4 nap alatt valami értesítés jön, akkor az a jó Isten akarata. Maradok, vagy megyek? 3. napon jött a telefon, nuncius úr telefonált, hogy a Szent Atya kinevezte Egerbe segédpüspöknek. Megint, mikor kell válaszolni? Azonnal. Hát majd akkor elfogadom. Hát már egyszer még kinevezett, ez már 2. János Pál idejében volt, elfogadtam. És azt hiszem ez a pályafutásom, egész végig valamiképpen a gondviselő Istennek az ajándéka volt. Tehát az, hogy a Csanádi Egyházmegyében kezdtem, azután a Váciban folytattam, Kalocsát ismertem, mert a bátyám ott volt pap, és akkor most következett az Eger, hát mondom, ez egy nagy lehetőség. És itt kaptam azt a nagy kettős lehetőséget, hogy az Isten irgalmasság tiszteletének a terjesztője lehettem, másik pedig a Katolikus Rádiónak a
létrehozása. Így van, ezekről fogunk most Püspök atya beszélgetni, ugye? Püspök atya az isteni irgalmasság nagy apostola, nyilván nem csak hazánkban, hanem nemzetközileg elismert módon. Jól gondolom én azt, hogy bizonyára életében sokszor megtapasztalta a Jóisten irgalmasságát? Megosztható ilyen tapasztalat? Hát, hogy nagy apostol volnék, azt nem merem mondani, mert meg hogy világ, vagy országos hírű, vagy milyen hírű lettem volna. Sokan voltak, akik buzgók voltak. Antalóci Lajos kért meg arra, hogy az Isten irgalmasság alapítvány kuratóriumának az elnöke legyek. És akkor itt kezdődött az, hogy na hát akkor elvállaltam, elolvastam a naplót, akkor ismertem meg az irgalmasság üzenetét, a naplónak a anyagát, szövegét, és akkor jött a levél Krakkóból, hogy épül egy irgalmasság bazilika, és ott 4 nemzeti kápolna lesz, hogy nagyon örülnének annak, ha az egyik kápolna magyar-lengyel kápolna lenne. Érsek úr ezt a levelet, ami neki szólt, a konferenciáré vitte június elején, és akkor konferencia egyből megszavazta, hogy örömmel fogadjuk a fölkérést, és Antalóci atyát megbízta azzal, hogy a kápolna ügyét intézze. Gondviselés itt megint beleszólt a eseményekbe, nem emberi találmányok ezek. Antalóci atyát ősszel megoperálták, decemberben meghalt, és akkor január vagy február táján egy konferencián kérdeztem azt, hogy most mi legyen, Antalóci Lajos atya meghalt. Seregélyes akkor elintézte azzal, hogy csinálta. És akkor attól kezdve rám maradt ez a feladat, és ennek következtében csak ugyan Krakkóval nagyon szoros kapcsolat volt, sokszor kellett kimenni, közben épült a bazilika, akkor terveztük a magyar kápolnának az ügyét. Ez hosszas munka volt. Az, hogy ma készen van ez a kápolna, megint a Jóistennek az ajándéka, és a bazilikával együtt ennek a magyar kápolnának nagyon nagy a híre. 50 négyzetméter mozaik, amit Puskás László festőművész készített, gyönyörű munka, és a mai napig rengeteg látogatója van, nem csak a bazilikának, hanem ennek a magyar kápolnának is. Így aztán a kapcsolat csak ugyan erősödött Krakkóval, és hát amíg aktív voltam, az pedig úgy történt, hogy 75 éves korban föl kell ajánlani a Szentatyának a lemondást vagy fölmondást, ugye, hogy most már nyugdíjban mehetek, és azt a választ kaptam, hogy amíg másképpen nem rendelkezünk, addig maradjon. Hát maradtam. 10 év, 1 hónap és 22 nap volt a ráadás. És így lettem én, mondjuk így a világviszonylatban is, előkelő 10. helyen, aztán halt meg bíboros, akkor a 9. mindig előbbre. Végén az érsek úr mondja, hogy már csak 2 vagytok itt Európában, akik hát még aktívok a 75 év után leghosszabb ideje, 16. Benedek pápa meg én. Akkor 16. Benedek pápa lemondott, és akkor az első helyre kerültem. Na hát ez végképp nem az én érdemem, és ezt csak úgy inkább így mondom, hogy a gondviselés így akarta, így történt. Térjünk vissza Püspök atya az isteni irgalmassághoz, és beszélgessünk egy picit ennek a lelki, és lehet, hogy rossz szót használok, a technikai hátteréről. Hogyan lehet az isteni irgalmasságot terjeszteni? Milyen konferenciák vannak? Sok-sok kiadványnak az eredményeképpen az egész országban elterjedt isteni tiszteletnek az isteni irgalmasságnak a tisztelete, és kezdődtek a világkongresszusok. Most már így mondom, Szent II. János Pál pápa 2005. április 2-án meghalt. Ez is egy csodálatos dolog, hogy első szombat, nagyon nagy Mária tisztelő volt gyermekkorától kezdve, egész életét neki ajánlotta, szolgálatát, és már az irgalmasság vasárnapjának az ünneplése kezdődött este, ekkor fejezte be földi életét. Mint egy megpecsételve a
Mária tisztelet fontosságát és az Isten irgalmasságnak a nagyon nagy fontosságát. Világkongresszus volt 2008-ban az első, Rómában. Ott voltunk egy csapat szerkesztők, akik hát egy szervezőbizottság létesült. Hála Istennek nagyon megkönnyítették a munkámat. Utána a következő világkongresszus Krakkóban volt, 3 év múlva, 2011-ben, és ebben az évben pedig 2014-ben, újabb 3 év múlva, tehát Bogotában. Ugyanakkor szóltak nekünk, mikor a római világkongresszus volt, hogy minden országban legyen egy ilyen országos konferencia, ahol a hívek egyre jobban megismerik az irgalmasság üzenetét. Kezdődött az, hogy Pesten volt az első, Szent Imre templomban, ugyanott a második, harmadik József városban, az egyik legnyomorúságosabb része volt, most is az talán, Budapestnek, szegények, munkanélküliek, romák, szóval mindenféle probléma ott adva volt. Oda mentünk, azután, hogy már vidékre is jó lenne elmenni, Vác az már nagyon szerette volna, ott lesz Vácon, és az 5. konferencia pedig, na, hol volt? Egerben. Itt volt Egerben, így van. Hol legyen? Kérdeztem. Én nem mondtam semmit, de kíváncsi voltam a szerkesztőbizottságnak a véleményére, másokéra is, és mindenki Egert mondta. Hát akkor érsek urat megkérdeztem, mit szól hozzá. Szóval végre már, hogy itt is lesz konferencia. És hála Istennek megvolt az 5. konferencia, amiről egy nagyon értékes kiadvány készült. Az elsőről, másodikról, harmadikról, negyedikről, és itt az 5. is. Bizalom az irgalmas Istenben, ez a címe. De aztán minden évnek volt egy jelmondata. Előadások hangzottak el, tanúságtételek, mindenféle vallásbéli személy is nyilatkozhatott, hogy mit jelent az irgalmasság. Hát az egész Ószövetség erről szól. Isten mennyire irgalmas. Na, még hozzátesszük, hogy az Új Szövetségben Jézus eljövetelével új korszak kezdődött, de annak folytatásaképpen, és hát ugye az irgalmasság valahogy akkor nem volt annyira köztudatban. Jött a Faustina nővér, azt a küldetést kapta, hogy az isteni irgalmasság üzenetét terjessze. Jézus sokszor megjelent neki, mondta neki, hogy mit kell tanítani, és így tovább. Elkészült a napló, és ez nagyon nagy segítség ahhoz, hogy terjedjen ez a irgalmasság tisztelet. Hát annyira értékes könyv, hogy azt mondhatnám, hogy ebből az 5. kötetből nagyon jól meg lehetne ismerni mindenkinek, mit jelent az irgalmasság. Isten irgalmas felénk, bízunk benne, és legyünk mi is irgalmas szívűek embertársaink iránt. Nagyon sokat lehetne itt az isteni irgalmasságról beszélni, viszont műsoridőnk ahhoz egy kicsit szoros, hogy csak ezt a témát vegyük sorra, és erről beszélgessünk. Egy másik nagyon fontos terület, amiről szeretném püspökatyát kérdezgetni, az a média. Ugye a hívő ember a püspökökre sokszor mint tanítókra néz fel, és hát püspökatyától is rengeteg tanítást hallottunk, és hallunk a mai napig is a Szent István Rádióban. Püspökatyának óriási szerepe volt a rádió elindításában, támogatásában volt, és van természetesen a mai napig is. De mit jelent püspökatya életében ez a szolgálat? Hát az egyik legszebb ajándék volt számomra Egerbe való helyezéssel, az irgalmasság, a másik a rádió. Tehát Seregé érsek úrnak ez a bátorsága. Konferencián szóba került, hogy kellene egy ilyen médium, amit a rádió jelent. Tehát nem csak újságok, nem csak rádió is kellene. Senki nem vállalta. Ő azt mondta, belevágunk, belevágott, Isten kegyelmében bízva, legfeljebb belebukunk. Hát nem buktunk bele, hála Istennek. Most már 14 éve működik ez a rádió, és életemnek egyik legszebb szolgálata éppen a rádióval kapcsolatos.
Nem csak a nagyobb ünnepek alkalmával szólal meg Püspök atya a rádióban, hanem napról napra tanítást, vagy inkább azt mondanám, hogy példaképet állít a hallgatók elé, azzal, hogy bemutatja a szenteket, vagy az életszentségre törekvő embereket, és hát ezek az élettörténetek könyvformájában is megjelentek. Mutassuk be ezeket a könyveket. Ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen a példaképek sokszor életükkel többet adnak az embereknek, mint főszólítások, tanítások, de ilyen legyél, olyan legyél. Más az, hogy egy ember életében megtapasztalom, hogy mit jelent az Isten szeretet, mit jelent a felebaráti szeretet, mit jelent a megbocsátás, mit jelent a türelem. Olyan sok mindent el lehet mondani, és hát szívesen idézek én is azokból a történetekből, amiket a szentek életével kapcsolatban az ő életük eseményeképpen megismertem. Tehát ezek a tanító történetek nagyon fontosak. Hát ez volt az egyik feladatom, amit annak idején kértek arra, hogy naponta a napszentjét ismertessem. Aztán olyanokat is ismertettem, akik nem voltak szentek, de mondtam azt, hogy életszentségre törekedtek, az életszentség útján járnak. Az egyik püspöktársam mondja a konferencián, hogy te mindenkit szenté avatsz. Hát miért? Kaszap István, Prohászka, Pázmány Péter, és sorolhatnám a világban élő ismerőseinket, akik már vagy meghaltak, hát inkább azokról beszélünk, akik ragyogó példaképek. Tehát akkor megváltoztattuk a műsornak a címét, nem a napszentje, hanem szentek, szentéletű emberek. Na hát egyik rádiós szolgálatom ez volt, rengeteg munkával járt. Többen mondták azt, hogy ki kellene adni a rádióban elhangzott életrajzokat írásban. És akkor hát belevágtunk ebbe is, 4 kötetben megjelent, január 1-től december 31-ig, negyedévi beosztásban. És hát így hozzájuthatnak azok is, akik az ország más részén, olyan részén vannak, ahol nem hallgathatnak rádiót, olvashatják. Beszélgettünk itt az elmúlt percekben két fontos területről, az isteni irgalmasságról és a Szent István rádióról, de van még egy nagyon fontos terület, amit mindenképpen úgy gondolom, hogy meg kell említenünk, ez pedig a katolikus iskolák. Ugye Püspök atya a katolikus iskolai főhatóság vezetőjeként nagyon sokat segítette és szervezte mind a régebbi, mind pedig az új katolikus iskolák életét, mindennapjait. Ugye ezen a területen végzett tevékenységét a Püspöki Konferencia Pro Pedagógia Krisztiána kitüntetés aranyfokozatával jutalmazta. Hogyan látja Püspök atya ma a katolikus iskoláknak a helyzetét? Visszatérek oda, hogy 4 éven keresztül voltam a katolikus iskolák főhatóságának a püspökelnöke. Nagyon nehéz körülmények között kezdődött az egyházi iskoláknak a működése. Tehát alig volt egy néhány, az a 8 gimnázium, amit engedélyeztek annak idején a kommunisták, most már elemi iskolák, középiskolák, gimnáziumok, főiskolák, szóval mindenre szükség van. Püspöki konferencián szóvá tettem azt, ugye sok problémát kellett megoldani, hogy a katolikus iskolákkal is kellene foglalkozni. És akkor megint megkaptam azt, hogy hát akkor szervezd meg a bizottságot, az iskolai főhatóságot. Megszerveztem, kiváló munkatársaim voltak. Kemenes László, piarista, milyen Richard? Korzenszki Richard atya, Korzenszki Richard atya, Görbe László, Farkas István, aki majdnem mindenki lupusként ismeri, a farkas, latinul lupus. Gyerekek aztán mindenkiről tudnak, tanárukról mondani valamit, hát ő a lupus tanár úr. Aztán Vénusz Gyula, kiváló pedagógusok voltak mindannyian. Én azt mondtam, én nem vagyok pedagógus, mint püspök, a magam szakmájában akarok otthon lenni, ők pedig legjobb belátásuk szerint dolgozzanak.
4 évig tartott ez a nagyon komoly munka, nagyon nehéz munka, az iskolák alapítása, szervezési, működési szabályzata, tehát sok minden. És sikerült egy újságot is szerkeszteni. Ez az újság a Katolikus Óvoda és Iskola újság volt, nagyon gazdag tartalommal. Most ez a új korszak az iskolák életében lehetővé tette azt, hogy egyre több iskolát vesznek át az egyháziak, egyházak. Tehát nem csak a katolikus egyház, hanem a református, evangélikus, sőt mások is. Azt lehet mondani, hogy az Egri egyházmegyében van talán a legtöbb. Pesti, nem tudom pontosan mennyi, de 40 iskolánk van. Érsek úr elment mindenhová. Beszélt a plébánossal, beszélt a polgármesterrel, beszélt a pedagógusokkal, beszélt a szülőkkel, és ahol egy hangon azt mondták, hogy igenis örülnénk, szeretnénk, megtárgyalták a föltételeket, és akkor az érsek úr átvett annyit, hogy most már 40 iskolánk van. Egy iskola bizottság jött létre, talán 8 vagy 9 személlyel, nagyon nagy feladatot jelent ez a 40 iskola, lelkiismeretesen végzik, és túljelentkezés van a katolikus iskoláknál. Tehát 2 első volt, most 3-at kellett indítani, vagy nem tudtak 3-at indítani, mert nincs hely, építkezni kellene. Szóval sok-sok feladatot kell ezzel kapcsolatban elvégezni. De kétségtelen, hogy a gyermekeken nagyon meglátszik a egyházi iskolákban a nevelés. Más iskolák is nevelnek, tehát vannak nagyon értékes iskolái az országnak, az a néhány száz egyháziskolán kívül, amelyik nagyon értékes. Tehát ezt el kell ismerni. De az egyháziskoláknak nagy előnye az, hogy nem csak az emberi próbálkozás, hanem az Isten kegyelme is közreműködik. Tehát a vallásos nevelés, az imádság. Valaki azt mondta, hogy ott mindig imádkozni fognak a gyerekek. Nem erről van szó. Kötelességet teljesíteni kell. Nevelés is kell, tudás is kell, tanítás is kell. A gyerekek kapják meg a legértékesebbet, az Isten hitnek az ajándékát, vallásos életet, ami gazdagítja az életüket, az erényes életet, az erkölcsi életet, tehát erkölcsi életre nevelést. Ezek olyan óriási értékek, hogy enélkül a tudás nagyon hátul marad. Mert ha csak tud valaki, de nincs jó szíve, nincs jó lelkülete, nincs benne igazi jóság, szeretet, türelem, megbocsátás, a nagy tudásával mit érhet el? Nagy tudós volt, akármelyik diktátort említhetném, nem akarom a műsorban a nevüket hozni, mert az embernek rossz emlékei vannak azzal kapcsolatban. Okos emberek voltak, csak éppen a jóság hiányzott belőlük, ami a szenteknél megvan. Olyan jó püspökatyát hallgatni, és azért sajnálom, hogy lassan műsoridőnk végéhez közeledünk, mert én még örömmel hallgatnám, de már csak néhány percünk van. Ugye püspökatya tavaly ünnepelte gyémánt miséjét. Hogyha néhány gondolattal kellene megfogalmazni, akkor mit tart legfontosabb feladatának, vagy a legnagyobb ajándéknak hivatásában? Hát tulajdonképpen a rádióban tartott sorozataimat, azokat fontosnak tartom. Sorozat volt a Szentmiséről. Meg tudni azt, hogy micsoda óriás, csodálatos, isteni ajándék, misztérium, titok a Szentmise, 2,5 éven át tartott, és hetente 5 napon át 2,5 perc, a szombaton és vasárnap egyszerre megismételték. Főszerkesztő úrnak mondtam, hogy örülnék annak, hogyha ezt elővennék, és ezt az összefoglalót, tehát egyszerre az 5 napnak a mondandóját, mondani valóját sugározná a rádió. Külön az oltári szentségről, külön a Jézus szíve tiszteletről, az eukarisztikus világkongresszusról. Ezek a sorozatok a maguk hosszúságával, tehát így részekre bontva, nagyon-nagyon nevelő hatásúak.
hogy mit mondanék most összefoglalásul? Ferenc pápának az első enciklikájára hivatkoznék, mi a feladatunk? Az evangélium örömét hirdetni szóban, írásban, magatartásunkkal, sugározzuk mi magunk a keresztény örömöt. Ha ez megvan, akkor az emberek földerülnek, és nem csak negatívumokat, nem csak problémákat látnak, hanem meglátni azt, hogy az életnek a problémái mögött is van olyasmi, aminek örülhetünk. Püspök atya egy ilyen példa számunkra. Köszönjük szépen, hogy ebben a néhány percben tanított minket. Köszönjük szépen a beszélgetést. Szívesen.